Egy nagyon színes kavalkád, ahol minden új információhoz hozzájuthat az ember. És hát egy tradíció, egy olyan dolog, ami hozzátartozik a fővárosunk életéhez. Vannak, mert ott vannak ismerősek is, akik ilyen motorkereskedők, tehát programozók, beszállítók, és akkor ki is tudom minden motort kipróbálni, ezt másra nem engedik meg, nekem általában ezt szokták engedni. És ez nagy élmény, tehát kipróbálom egy olyan motort, ami még ott van bemutatva először, és még más nem ment vele. Jó néhány évig, akár 6-8 évig az volt az egyik teniszotthonom a téli időszakban, és nekik ott voltak az edzéseink. Úgyhogy én rengeteget jártam a BMW-re, az összes kaput ismertem, az összes pavilont, elköltöztettek minket, visszaköltöztettek minket, még versenyek is voltak ott. Újságíró koromból pedig nagyon sok amatőr teniszversenyt rendeztek újságíróknak, közéleti személyiségeknek, és ahol még játszottam is, illetve dolgoztam is, úgyhogy igazából gyerekkoromtól egészen felnőtt koromig végigkísérte az életemet a BMW, illetve amikor anyukámékkal kimentem a budapesti nemzetközi vására, mert erre is volt számos példa. Kincset találtál? Találtunk a kisfiammal egy BMW-s füzetet, amiben benne volt egy nyeremény, egy kétnapos wellness hétvége Zalakaroson, ahol még a picivel nem volt szerencsénk járni, hiszen ő egy szívbeteg kisbaba, és most nagyon örülünk, hogy végre életében először eljuthat egy szállodába, ahol kipróbálhatja gyerekmedencét.